Sziasztok! Ebben a mai videóban azt szeretném bemutatni, milyen újdonságok jöttek be az update-tel kapcsolatban a 8.1-nél. Na most az első, amit észrevehettek itt a tárcán, az, hogy megjelent ez a csempe rész, ugye itt az áruház, amit ha megnyitunk, ugye bejön maga az áruháznak a csempés felülete, úgy, mint eddig, amit ugye elindítottunk a jó öreg csempés felületről, a Metro UI-ról, de most már le tudjuk húzni úgy, mint egy sima Windows-os akármilyen ablakot, hogy utána itt ugyanúgy, mint a többit meg tudjuk nézni, mint egy Windows 7 alatt akár. Na most a következő újítás, amit még tudok nektek mutatni, az pedig a csempés felülettel függ össze, mégpedig ez a rész. Itt ez ugye eddig a 8-ban és a 8.1 simában, és annak alverzióiban nem volt, most már van élő csempek kikapcsolása, átméretezése, kicsire, nagyra, blablabla, levétel a tárcáról, levétel a kezdőképernyőről, akár törölhető bármikor, és most már ugye bekerültek keresőgomb is, ami eddig nem nagyon volt, illetve itt már van egy kikapcsoló gomb is, ahol megadhatjuk neki, hogy újraindítson a gép, hibernáljon, avagy kapcsoljuk ki, és majd csak másnap mi nyomjuk be. Ugye így még jobban testre szabható, illetve a 8.1 update-nél már nem kell az előző videóba általam említett beállítást megcsinálni, hogy az asztalra bútoljatok, úgy, mint nekem itt van, hanem most már gyárilag ide fog bootolni, és hozzá kell tenni, hogy még gyorsabb lett a boot ideje, illetve a program megnyitásának a ideje, mert például nézzétek meg, ennyi. Nincsen homokórázás, nincsen hülyeskedés, csak megnyitja a saját gépet. És röviden és tömören ennyi összvisz csak az újdonság a 8.1-ben, amit én észrevettem. De későbbiekben a Microsoft ígérte, hogy meg lesz majd a start menü is itt, és akkor már itt lesz ugye egy olyan, mint a Windows 7-ben, ha rákattintunk, start menüként, persze kicsit kompaktabb, tömörebb része, illetve jobb oldal pedig a csempék lesznek, amelyek ugyanúgy indíthatóak lesznek, mint a kezdőképernyőről. Röviden ennyi, köszönöm, hogy megnézitek a videót. Ha bármi hozzászólásotok van, gondolatotok azzal, hogy milyen videót kéne legközelebb készítenem, akkor szóljatok nyugodtan. Sziasztok!